Kárpátalján közel két hónapja akadozik az üzemanyagellátás. A nehézségek ellenére a gazdák a tavaszi vetési munkálatokat elvégezték. Ugyanakkor az üzemanyaghiány problémája máig sem oldódott meg a megyében. Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere stábunknak elmondta, emiatt veszélyben van a betakarítás folyamata. Nagydobronyi kistérségben veszélyben van a termés. Nagyon nagy veszély van. Most már ugye lassan jön az aratás, a betakarítás. Ehhez számításaik szerint havi aratásig, havi 6000 liter gázolajra, szolákára lenne szükségünk, és 500 liter benzinre. Aratáskor pedig legalább 12000 liter gázolajra lenne szükség, hogy biztonságosan be tudjuk takarítani a termést, és a későbbiekben a zaratás után a földeket meg is tudjuk, fel tudjuk készíteni a következő időszakra. A kistérség vezetősége levélben fordult az illetékes szervekhez. Farmerénk éjszakánként járják a környező kutakat, és akkor 10-20 literrével, ahol van,